Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. Császár Enikő a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Hit Rádió, és benne a Középpont, a mikrofonnál Fekete Ritát halljátok. Ma március 15-e van, és a nemzeti ünnepünk alkalmából gondoltuk, hogy szeretnénk egy picit olyan témáról beszélgetni, amely a nemzetünket, a nemzeti identitást is érinti. A nemzeti szuverenitás kontra globalizmus címmel fogunk most beszélgetni egy kerekasztal beszélgetés keretében. Békés Márton, a Terrorháza kutatási igazgatója, Kulturális hadviselés című könyv írója a vendégünk, illetve Hont András újságíró. Üdvözlöm Önöket! Szép napot! Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm! És arra gondoltam, hogy ne csak elvi síkon beszélgessünk erről a kérdésről, hogy mit is jelent a nemzeti szuverenitás vagy a globalizmus, hanem egy picit gyakorlati oldaláról közelítsük meg a témát. És nyilván minden hallgató a hírekben, a híradókban találkozik azzal a jelenséggel már évek óta, hogy az Európai Unióval kapcsolatban vannak a magyar kormánynak úgymond harcai vagy konfliktusai, egy ilyenfajta adok-kapok, és hogy ez miből adódik, egy milyen szembenállásból adódik, erről szeretném először kérdezni Önöket, és hogy ennek a szembenállásnak mik az ideológiai hátterei. Hont András, elkezdi? Nagyon szívesen. Ennek a szembenállásnak az ideológiai háttere az nagyjából annyiban foglalható össze, hogy senki ne szóljon bele, hogy a mástól kapott pénzt hogyan költöm el. Ez ilyen egyszerű? Igen. Békés Márton? Hát ezen a síkon is meg tudjuk közelíteni a kérdést. Én ugyanerre most nem készültem fel, hogy ebből a perspektívából nézek rá a kérdésre, ez is egy lehetséges olvasat. Nekem bizonyos szempontból szerencsém van ezzel a beszélgetéssel, más szempontból meg nem. Most olvasok egy nagyon jó könyvet, ez Kis Viktor jeles posztmarxista gondolkodó. Én azt gondolom, hogy Magyarországon, de könnyen lehet, hogy Európában is a legjobb ebben a műfajban, és... Mármint a posztmarxizmusban? Ebben a műfajban, igen. És elolvastam tegnap este egy olyan 80-90 oldalt a könyvből, és még nem találtam olyan pontot, amivel vitába tudnék szállni. Ennek az oka egyrészt a könyv témaválasztása, másrészt pedig, ahogy a Viktor erre ránéz. És mindez ebbe a beszélgetésben nekem azért érdekes, mert a Viktor egy teljesen új politikai logikát javasol, ez is a könyv címe, hogy a kívül és a belül kérdésre, ahelyett, hogy jobb vagy baloldalra, konzervatívokra, liberálisokra, tőkésekre vagy munkásokra osztanánk fel a politikai terénumot, amit azért nagyjából a francia forradalom óta, vagy a munkásmozgalom megjelenése óta csinálunk. És ez azért nagyon érdekes nekem, nyilván ez egy teoretikus szint, mert a Viktor azt mondja, és ezzel még mindig egyet tudok érteni, a könyv második felét még nem olvastam, valószínűleg ott lesznek majd a viták vele részemről, de hogy érdemes úgy tekintenünk a jelen állapotot, ami a világban uralkodik, mint egy posztmodern kapitalista rendszer, ez a globális kapitalizmus rendszere, ahol már kevésbé árukat fogyasztunk, mint inkább azoknak a képét fogyasztjuk, a spekulatív tőke és a politika elméletben is a spekuláció nagyon jelentős, és hogyha ezt meghaladjuk, és úgy nézünk rá a világra, mint a belül lévők és a kívül lévők harca vagy konfliktusa, akkor megpillantjuk azt a horizontot, ami az egyetlen lehetséges és értelmes horizont a Viktor szerint. Én szerintem viszont a helyzet úgy áll, hogy inkább manapság a helyek vagy a terek állnak küzdelemben egymással. Számomra ez a kívül és a belül, és hogyha, és azonnal be is fejezve ezt a gondolatot, hogyha a helyeket, tehát egy földrajzi, politika földrajzi szempontból nézem a jelen globális helyzetet, akkor én legalábbis azt látom, hogy a
helyben vagy helyileg elszámoltatható demokratikus körülmények között hatalomra jutott vezetők, és a sem helyben, sem a világban el nem számoltatható minden népi felhatalmazástól, vagy demokratikus felhatalmazástól és elszámoltatástól független szereplők, ide tartoznak a nagyvállalatok, Soros György, vagy az európai struktúrák, a Strasburgi Bíróság állnak szemben egymáshoz. Ez részemről természetesen egy nacionalista olvasata jelenkori küzdelmeknek. Kont András, mit szól ehhez? Mert ugye ezt a vádat gyakran halljuk, hogy az Európai Uniónak a vezetését nem választjuk meg, akkor nekünk miért mondja meg ő, hogy mi hogyan éljünk? Hát először is megválasztjuk, közvetlenül és közvetve, de ez félrevisz. Békés Márton azzal fejezte be, hogy ez egy nacionalista olvasat, ehhez képest, amit elmondott, abban a nemzet kifejezés egy fél megszólás erejéig nem fordult elő. Ez nem véletlen egyébként. Elnézést, ezen a vonal, tehát én át tudom fogalmazni, úgyhogy kényelmesebb legyen. Semmi. Megvárom. Jó. Okay. Nagyon szívesen megvárom, de akkor mondok ehhez szempontokat, jó? Csak már, mert hogyha spekulációról esett szó, és spekuláció alatt igazából, ha jól vettem ki, inkább manipulációt értünk, akkor a fogalmakkal való gátlástalan manipulálás azért ennek a fajta hol filozófálgatásban, hol pőre propagandába csúszó diskurzusban igencsak jellemző. Szóval először is én nem tudom, hogy hogyan lehet helyen kívül lenni, ha csak nem a szónak a klasszikus értelmében vesszük, tehát a helyen kívüliséget úgy, mint utópia. Én az utópiákban egyáltalán nem hiszek, semmiféle olyan konstrukcióban sem, amely a valóságból akár a valóság nevében szakítja ki a szereplőket. A globalizáció adott, a különböző államok közötti új típusú viszonyok adottak, ezt megúszni Tellér Gyula szavaival nem lehet, mármint ő írta azt, hogy a globalizációt megúszni nem lehet, még a Fidesz korábbi szakaszában a Fidesznek a fő ideológusaként. A második megjegyezni valóm a fogalmak manipulálásához az az, hogy az állam és a nemzet fogalma, vagy az állam és a nép fogalma, az következetesen, végighúzódóan mindenen keveredik. Egészen más az állami szuverenitás, és ha van olyan, hogy nemzeti szuverenitás, és nem csak az is egy elméleti konstrukció, abban az esetben az is egy másik fogalom, vagy valami mást értünk alatta. Továbbá, az Európai Unió az egy hosszú-hosszú-hosszú születésben lévő államalakulat, lehet, hogy éppen visszafejlődésben lévő, de ez is, mint minden állam, vagy államszerű képződmény, azért azoknak a hatásoknak ki van téve, amelyet Békés Márton és egyébként rajta kívül még számtalan más, akár posztmarxisták, akár tradicionalisták, akár más jellegű fundamentalisták emlegetni szoktak, nevezetesen annak, hogy a globalizációnak vannak olyan világméretű szereplői, amelyek hatást tudnak gyakorolni mindenféle döntéshozatalra. Notabene egyébként ez majdnem minden korban így van. Végül pedig, hogy a fogalmak tisztázásához vezessünk, dehogy nem választunk mindenféle szereplőket, próbáljunk meg elemi egységekre visszamenni. Nem csak politikai választás van a világon, és az ezzel való szintén gátlástalan manipuláció teszi azt lehetővé, hogy valamiféle tényleges demokratikus felhatalmazással bíró politikusok beleszóljanak az élet azon területébe is, amely szintén választásokon nyugodnak. Amikor elmegyek a piacra, körülnézek a kofák között, és a kofák portékái között, és valamire rábökök, akkor is választok. És meg köttetik közöttem és az eladó között egy egyesség. Ez egy választás.
és ebben a választásban nem feltétlenül kell, hogy beleszóljon egy másik választás által létrejött hatalom. Ugyanígy, amikor biztosítót, Schustert és bármi mást választok, illetve amikor választok magamnak egy párt, és ő választ engem, az is valamiféle választáson nyugszik. Nem tudom, mennyire voltam követhető. Nyugodtan reagálhat rá Márton, ha gondolja. Hát próbálnám a küzdelem kontaktusát, a harcérintkezést felvenni, de ez nem fog sikerülni. Izgalmas, érdekes volt, amit az András elmondott, de lehet, hogy azért, mert túl távol vagyunk, távol állunk egymástól, lehet, hogy azért, mert elbeszélünk egymás mellett, de erre nem fogok tudni reagálni érdemben. Na akkor hadd kérdezzek én. Azt említette András, hogy a globalizáció adott, de kérdésem az, hogy a globalizmusnak, az ideológiájának az erőltetése az szükségszerű ezzel együtt? Mert hogy ugye a globalizációt, meg a globalizmusnak az eszméjét, azt külön szokták választani egymástól, és azt mindenki látja, hogy egy globalizálódó világban élünk, ha csak gazdasági szinten is nézzük ezt a dolgot, de hogy ennek a politikai szintre való átcsúszása, az mennyire kell, hogy napirenden legyen? Mit nevezünk globalizmusnak? Mi az a globalizáció ideológiája, mint globalizmus? Valaki olyat hirdet, hogy innentől kezdve egy globális nyelven értekezünk egymással. Valaki azt mondja, hogy innentől kezdve csak és kizárólag a földgolyó polgárai legyünk, és nem kötődünk néphez, városhoz, államhoz, és így tovább. Mondja azt valaki, hogy a hitviszonyokat az valamiféle univerzális vallás nevében globális papok fogják szervezni. Én nem tudok ilyenről. Szerintem ez árnyékbox. Márton, ő mit gondol erről? Én azt gondolom, hogy a globalizáció az nagyjából ugyan 1600-as évek óta nyilván a szabad kereskedelem meg a tengerek meghódítása kapcsán ez folyamatban van. Ez eleinte holland kezdeményezés volt, aztán teljes egészében inkább a brit pénzügyi körök érdeke lett. Gyarmatosítással is összefüggött, manapság pedig egy ideig legalábbis a Szovjetunió megszűnte után az Egyesült Államok úgynevezett unipoláris pillanata, amikor fegyverrel is, meg kulturális apparátusokon keresztül is a globalizáció ideológiája terjedt. Ez nagyon nyers módon leginkább a szabadpiachoz, illetve a liberális demokrácia világszerte érvényesnek tekintett rendszerén vagy tipológiáján keresztül történt. Ez a 2010-es évek közepén, végén ez lelassult ez a folyamat. Én azt gondolom, hogy a koronavírus járvány hatására is a globalizációban keletkezett egy törésvonal, de természetesen globalizáció nélkül nem fogunk maradni. A világszerte a turizmus, vagy a pénzügyi tranzakciók, és mondjuk a globalizáció negatív oldaláról is, tehát a pénzügyi spekuláció, a migráció, vagy pedig a terroristáknak a földgolyón való keresztül kasul utazása, ez velünk maradt, de a globalizációnak nem csak a nagy telekom cégek, hanem az iszlám állam is például egy aktora, ezek nagyon negatív következményei is vannak. A globalizációnak szerintem van egy valóban vannak főpapjai, létezik minden nap hallott és hallgatott sztenderdjei, létezik ideológiája, de ez már nem úgy működik, mint a Szovjetunió idején a Központi Pártbizottság által kiadott jelentések, a Pravda vagy a Népszabadság címlapján el lehetett olvasni, hogy a világ proletáriainak merre felé kell menni. Ez ma már hibrid eszközökkel működik, sokkal ravaszabbul működik, ha csak a televíziós reklámokat nézzük meg, vagy egy Netflix sorozatot nézzük meg, akkor a globalizáció szempontrendszereivel nap mint nap találkozunk. Ennek én azt gondolom, hogy vannak erőteljesebb, vagy közvetlenebb eszközei, hatásai is, de ez a kulturális befolyásolás, ez az indirekt
befolyásszerzés a tudatiparon keresztül, ez sokkal hatékonyabb tud lenni. Én azt gondolom, hogy mai világban ennek a globalizáció negatív hatásainak a megállításában elsősorban és mindenek felett a nemzetek, a demokratikus felhatalmazással rendelkező kormányzatok tudnak, mind a kereskedelem politikában, kulturális politikában, helyi ipar és termékvédelemben az elsősorban állni. Jó, akkor értsük egymást. Az egyetemesség tudata, hogy nem csupán egy család részesei vagyunk, nem csupán egy nép részesei vagyunk, nem csupán egy régió részesei vagyunk, hanem emberek vagyunk, és mint ilyen van egy közös ügyünk, ez nagyjából egyidős az emberiséggel. Ennek az első intézményesült kimondása az a katolikus egyházhoz kötődik, nevében is benne van. Tehát az, hogy vannak az egyetemességre törekvő elgondolások, megközelítések, az nem mond arról semmit el. Ne keverjük ahhoz, hogy van egy folyamat, amit globalizációnak nevezünk, amely körülbelül úgy foglalható össze, hogy a világ összeért. És az elmúlt 10-15 évben a szemünk láttára, már a felnőtt korunkon belül ez az összeérés még látványosabb volt, mint az azt megelőző évszázadokban. Tehát a 2000-es évek közepén még el lehetett olyan helyre utazni a világon, ahol nincsen mobiltelefonos lefedettség, nincsen közösségi média, ma már ezt igen nehezen lehet megtenni, a szavannákon se nagyon. Esetleg ha valaki Dél-Marokkóban tevével elindul Timbuktu felé, akkor egy idő után talán megszűnik a térerő. De ez a folyamat van, és mondom, hogy értsük egymást, szerintem ennek a folyamatnak vannak árnyoldalai, vannak kihívásai. Ebben vita nincsen. Ettől mondom még egyszer, ez egy külön kérdés az, hogy mindig voltak olyan szereplők, amelyek az emberrel, mint emberrel, minden ember lelki üdvével, minden ember emberi mi voltával foglalkoztak. Ne csúsztassuk ezeket egybe. És igen, is felléptek, hogy ehhez képest a nemzeti hovatartozás a szerintük másodlagos. A katolikus egyháznak ez az első számú üzenete, megváltás, egyetemes. Még egyszer aláhúznám, még egyszer kitérnék arra is, hogy az államot és a nemzetet se csúsztassuk egybe. A nemzeti önrendelkezés az arról szól, hogy minden népnek joga van államra, és ennek a gondolatnak a magyarok vesztesei. Hiszen ez a gondolat tördelte több államba a magyarságot. Ha valaki tudja azt, hogy egy még oly demokratikus felhatalmazással is rendelkező állam szuverenitása, amely egyébként pont a globalizáció, pont egy csomó más minden miatt igazából egy illúzió, egy tűnékeny valami, egy ábrács csupán. De szóval, hogy ennek az államnak a szuverenitása az nem esik egybe egy nemzet létével, annak érdekeivel, és így tovább. Ezeket én szeretném így zsilettpengével elválasztani egymástól, mert különböző ide-oda fogunk mindig csúszkálni. No. Márton, reagál? Igen, a katolikus egyház egyetemességre törekvése a különböző vallásfelekezeti törzsi vagy klán hovatartozások helyett természetesen létező valid állítás. Ugyanakkor ez persze egyházkormányzati, vagy a pápasághoz, Vatikánhoz kapcsolódóan, mint manapság, mint lelki egyetemesség létezik, azonban az egyetemesség gondolata és a globalizáció gondolata az nem ugyanaz. Tehát van egy értékrendbeli, a katolikus egyház részéről üdvtörténeti egyetemesség,
Ez létezik a mai világban is, amikor például arról hallunk, hogy az emberi jogok egyetemesek, hogy az emberi méltóság egyetemes, és ennek mindenféle elágazásai vannak, akkor azzal szembesülünk, hogy egyfajta egyetemes értékrendszernek az elvárását kérik számon, vagy szeretnék meghatározni ennek az egyetemes emberi jogok kapcsán. Ugye legutóbb, például Európában 1990-ben egy NATO bombázást is átélhettek a Szerbia, vagy az akkori Jugoszlávia lakói, tehát az egyetemes emberi jogoknak... 1999-ben. Így van. Nem, azt mondtam, lehet, hogy akkor rosszul fogalmaztam. Igen, 1999-ben, tehát ez humanitárius intervenció néven létezett. Ez utóbbi, tehát amiről beszélek, ez viszont már a globalizációnak, mint rezsimnek a megteremtéséhez kapcsolódik, és amikor azt látjuk, hogy a Freedom House és más szervezetek globális demokrácia mércéket alakítanak ki, ahol a holland demokráciát és az orosz demokráciát ugyanolyan elvrendszer alapján méricskélik, Magyarországot rendszeresen háttérbe szorítják, akkor nem a humanitárius intervencióról, hanem a liberális demokrácia valami soft kikényszerítő eszközéről van szó. Ez viszont már a globalizációnak a technológiája, metodológiája a kormányzati rendszeréhez, és kevésbé az értékekhez kapcsolódik, tehát hogyha nagyon kényesek vagyunk a fogalom használatra, amit András számon kért, és azt gondolom ez helyes, akkor ennyibe is legyünk kényesek, tehát hogy a katolikus egyház ügytörténeti programja azért az nem egészen ugyanaz, mint amikor Magyarországgal szemben demokrácia jelentéseket adnak ki, és az aztán az itteni beruházásokat, vagy az Európai Unió Magyarországgal szembeni eljárásait is befolyásolja. Én ezt értem. Nem véletlenül kértem fogalmakat vagy alaptételeket számon, ugyanis amelyeket te behoztál a diskurzusba, mint példákat, a különböző ilyen nemzetközi standard intézetek jelentései, itt lehet, hogy nem is leszünk messze egymástól. Csak egyszerűen alkalmatlannak tartom azt az alapot, amelyekről ezeket a szervezeteket bírálatok szokták érni, vagy azokat a módszereket, amelyek szerint eljárnak. Szerinted itt valami nagy, monumentális jellegű eszme, világfelfogás jegyében lépnek fel. Én emögött sokkal inkább látok sznobizmust és egzisztenciális bekötöttséget. Azt igen, úgy gondolom, hogy van egy egyetemesség tudat, és azzal, hogy a világ összeér, tehát tudunk is egymásról, tudunk is, hogy az esőerdő mélyén meghúzódó kisfaluban élő földműveléssel foglalkozó ember is él, meg én is élek a nagyvárosban, és nekünk ugyanazok a jogaink, és hogy ez igenis visszavezethető az általam előbb piszkált kereszténységre az együgy, és megint együgy, hogy vannak ilyen nemzetközi szereplők, és azoknak az eljárása ilyen vagy olyan. De szóval attól még, hogy mondjuk a Freedom House mondjuk nem következetes, ezt megint nézzük csak meg, vagy egyáltalán a céljai nem feltétlenül akceptálhatók, mert hogyha mondjuk valami silabusz alapján, ha jól értem, itt ez a probléma, hogy van nekik a mellén zsebükben valamiféle kockás papír, és hogyha nem lehet arra a kockás papírra rá mintázni az adott állam valóságát, akkor összehúzzák a szemöldököket. Jól értem, ez itt a körülbelül a kritikának a lényege. Az egy kicsikét más attól, hogy igenis bármilyen államban él bárki, annak alapvető jogai vannak, pusztán az emberi létéből fakadóan, pusztán azért, hogy erre a földre született, és hogy adott esetben egy liberális bírálat sem
feltétlenül kell, hogy távol álljon mondjuk valamiféle konzervatív vagy konzervatívra törekvő bírálattól. Nem véletlen, hogy az eszme történet legnagyobb liberális gondolkodója, még mielőtt megírta volna a Tiszta ész kritikáját, kettővel előtte, mert közben még volt egy műve, az egy Szellemlátó, Isten létének bizonyításával foglalkozott, egyben az egyik legnagyobb keresztény gondolkodó is volt, mármint Kant. Na, szóval mondom, ez egy ügy, és a Freedom House ettől meg különbözik, Soros György is különbözik, a nyitott társadalom eszméje is különbözik, és így tovább. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy ha van az ember, mint egyed, amelyik jogalany, amelyik érzelmi lény, amelyik politikai aktor, és azt jogot illetik meg, és egyébként szerintem NATO bombázással is kikényszeríthetően, hogy mondjuk ne öljék halomra a bosnyákokat, a bosnyák kisgyerekeket, megveszekedett szerb, aztán pedig horvát milicisták, szerintem ez egy helyes dolog. Ahol viták lehetnek, az a mi az ember, hogyan meghatározott az ember, és akkor én azért mondom, hogy ez a fogalmakkal való ilyen melanzsra azért vagyok kényes, mert azután meg jöhetnek olyan kritikák, amelyeket külön-külön megbeszélni nem haszontalan. Például igen, az, hogy mennyiben rendelkezik a modern ember szabad akarattal, mennyire nyúl mélyen a választásaiba, az értékválasztásaiba, a fogyasztási szokásaiba bele az, hogy nem terméket választ magának, hanem identitást, és így tovább. Szeretném, ha egy picit beszélnénk a nemzeti szuverenitásnak a kérdésköréről is, hiszen ahogy már az elején is próbáltam felvezetni a témát, ugye itt Magyarországon folyton visszatérő elem az, hogy mi az Unióval harcolunk. Most lehet vitatkozni, a magyar kormány harcol, vagy Magyarország harcol az Unióval, és hogy mi ennek a konfliktusnak az oka. Jó az, hogyha az Európai Uniónak jó az, hogyha erős nemzetállamok alkotják? Erről mit gondolnak? Szerintem a Európai Unió úgymond feltalálása, és hogyha valóban most nem megyünk vissza Nagy Károlyig, meg a német-római Szent Birodalomig, akkor azt látjuk, hogy a második világháború után egy nagyon fontos, nagyon jól működő, a nagyjából egészéből a transatlanti logikába is beleillő, egy idő után annak a zászlóshajó projektjévé vált a Európai Unió, ami kezdetben az nyugat-európai országok gazdasági, részben geopolitikai szövetsége volt, és mindenféle központi olyan jellegű beleszólás nélkül, amit manapság viszont egyre sűrűbbeket látunk. Ez a 1992-es föderatív irányba való elmozdulásnak a járulékos kára, vagy egyesek szerint járulékos haszna, és ennek része a föderális struktúra megerősítése. Ez nem egy egynemű folyamat, tehát a föderáció irányába való elmozdulásnak vannak gondolkodói, vannak szövetségesei, vannak intézményei, ezek részben jurisztokratikus testületek, bíróság, ügyészség, részben politikai szerveződések, nyilván része az euró, része a központi különböző elvárások, direktívák, országjelentések, csomagok, és ennek persze van egy ideológiai része is, tehát egy kulturális hadviselésbe illő része is. És vannak olyan szereplők Európában, egyébként bal és jobb oldalon egyaránt, akik kevésbé a föderációnak a barátai, inkább vagy az Európai Unióból egy másik féle unió felé indulnának el, vagy rendszeresen azt mondják, hogy vissza szeretnénk térni a De Gaulle féle Nemzetek Európája programhoz. Hát ezek között, az erő csoportok között harcok vannak, azt gondolom, hogy ez természetes. Magyarországon is van olyan erő,
sőt, úgy látom, hogy több is, mert az Európai Egyesült Államok programját hirdet, és van olyan erő, ez jellemző módon a magyar kormánypárt, kormánypártok, Fidesz-KDNP pártszövetség, ami azt mondja, hogy minél többet szeretne megőrizni a nemzeti hatáskörből, nemzeti önrendelkezésből, és természetesen az Európai Unió része akar maradni, hiszen a Magyarország az Európai Unió része, ez nagyon helyesen és jól is van így, ennek eszmei, kulturális és természetesen financiális, gazdasági következményei is vannak. Az, hogy az Európai Unió egy föderális struktúrába induljon el, ez elsősorban láthatóan inkább a zöld, neoliberális és bizonyos baloldali, nem minden baloldali, de általában a baloldali politikai erők követik ezt az eszmét, és a jobboldali, vagy az új típusú jobboldali, nevezik őket populistának is, erők bizonyos országokban, meg bizonyos baloldali pártok is inkább a nemzetállami hatásköröket tartanák meg. Tehát ez egy hullámzó háború, ez akkor szokott kicsúcsosodni, amikor központi Európai Uniós mentőcsomag, euróövezet bővítése, schengeni határok kérdése, problémái, vagy napjainkban olykor-olykor előfordul, hogy identitáspolitikai üzeneteket szeretne az Európai Unió bizonyos szervezetei átvinni, és ezt általában a konzervatív erők ellenzik. Jó, neked rám marad ebben a beszélgetésben a terminológiai kötözködés vagy szőrszálhasogatás. Az egy létező vita, hogy milyen legyen az unió jövője. Ezen belül az is egy metszet, hogy inkább föderatív, vagy inkább államszövetség szintjén megmaradó valami legyen. Ez azért egyébként hallatlanul érdekes kérdés, mert hogy az unió pontosan micsoda, azt a klasszikus állam elméleti, államjogi kategóriákkal leírni nem lehet. De valahol egy ilyen átmeneti képződmény az államszövetség és a szövetségi állam között. Ez egy létező vita, de az Európai Uniónak nem nemzetállamai vannak, hanem tagállamai. És ez így van rendjén, mi lennénk a legrosszabb helyzetben, hogyha szigorúan 19. századi fogalmakkal nemzetállamokat, tehát egy állam, egy nyelv, egy nép próbálnánk érvényesíteni. Az uniónak én egyébként, hogy is mondjam, nemzeti alapon vagyok föderatív, olyan problémákat is meg lehetne oldani, amelyek soha nem estek a magyar állam, tehát még az egykori magyar királyság hatáskörébe sem. Az egyetlen létező, ténylegesen létező, még diaszpóráiban, az utolsó órában létező magyar nyelvjárás, az a csángóké. Soha nem éltek a királyi Magyarország területén. Az északi csángók nyelvújítás előtti nyelvet beszélnek, kulturálisan nem tapadnak a többségi magyar néphez. Ennek megőrzése, ennek kikényszerített megőrzése lehetne egy eklatáns uniós feladat. Ez nemzetállami gondolkodással nem fog működni. Továbbá, az Adenauer, De Gaulle, Schumann és a többieket ne gondoljuk valami szellemileg visszamaradott lényeknek. Ők pontosan tudták azt, pontosan egyébként a konzervatív alapállásukból kifolyólag, hogy nincsen olyan, hogy gazdasági közelítés, politikai közelítés nélkül. Tisztes konzervatív emberekként pontosan tudták azt, hogy a politikai személyi függetlenségünk a gazdasági függetlenségünkben rejlik. És abban az esetben az unió gazdaságilag fűzi össze, pontosabban akkor még az Európai Gazdasági Közösség az alapjait, az bizonyos szinten politikai integrációhoz fog vezetni. Sőt, az egész azért innen indult el, mert a politikai integráció kísérletek, azok mind-mind-mind kudarcba fulladtak.
és végül gazdasági oldalról lehetett ezt megközelíteni. És ennek többek közt az az oka, hogy erre szükség van, már hogyha globalizációról beszéltünk, amelyet nem győzök hangsúlyozni az első pillanattól kezdve, létét nemhogy nem tagadom, hanem azt mondom, hogy ez egy megbízhatatlan létező valami, hogy Európa energiáit, erőit valamilyen szinten egyesíteni kell, mert különben le fog maradni egy globális versenyben. És hogy ez a globális verseny mennyire létezik, azt a koronavírus nem zárójelezte, hanem a homlok terébe állította szerintem az emberiség gondolatának, ha ezzel a képzavarral élhetek, olyan kérdéseket vetett föl, amelyekről ilyen lányregényes álmodozók már szívesen elfeledkeztek volna. Mégpedig az, hogy léteznek nagyhatalmi törekvések, és hogy a világ újra bipoláris lett. És hogy feltámadt egy új nagyhatalom, amely képes befolyásolni tőle távol lévő erőket is. Kínára gondolok, és a kínai nagyhatalmi politika szerintem az elkövetkezendő éveknek, de lehet évtizedeknek a fő kérdése lesz. Na, és akkor azt akarom mondani, hogy egy szétaprózott 10-től 80 millióig terjedő lélekszámú államokból álló, egymással marakodó kontinens ebben a gigantikus versenyben nem fogja tudni megállni a helyét. Kína egyszerűen a méreténél fogva elárasztja a világot a termékeivel, a szolgáltatásaival, az embereivel, a vírusaival. Ez egy illúzió, hogy ebben a pici államok bekeregni fognak, és túlélni, és nem lemaradni. Tetszett ez a vírusvakcinás dolog, amit András szóba hozott, mert én azt gondolom, hogy itt igazán, amikor válsághelyzet van, akkor igazán látszik, hogy a cselekvésnek nem is a végiggondolása vagy a forgatókönyve, hanem annak a sebessége és a mögötte lévő ideológia mennyire bénítóan hat az Európai Uniós testületekre, és mennyire a helyén van a nemzetállami kezekbe, és ez egyúttal kijelöli szerintem azt a horizontot is, hogy miben érdemes együttműködni. Tehát, és ez valóban tetszett, amit András elmondott, tehát egy európai kontinens, érdemes elgondolkodni azon is, hogy ennek a határait, főleg a keleti-déli határait hol jelöljük ki. Minden esetre ennek... Árulja, ne haragudj, Orbán Viktorral értek egyet már, mint a déli határok kijelölésével, és nem Emmanuel Macronnal. Értem, én is így gondolom, én Európa határait keletre is egész máshol húznám meg, de hát ezt tudjuk, hogy nem minden európai ország vagy európai nép tagja az uniónak, de hát reménykedjünk benne, hogy a bővítés mindenhova kiterjed. Végső soron azt gondolom, hogy a föderatív vagy szorosabb együttműködésnek leginkább a védelemben, az európai identitás védelmében, a piacvédelemben kellene megmutatkozni, és nem olyan ideológikus kérdésekben, hogy például az Európai Unió tagállamai ne használjanak olyan vakcinát, amit az Európai Unió láthatóan és látványosan eléggé nehézkesen működő hatóságai nem hagynak jóvá. Most az egész világ számomra az elmúlt hetekben Európai Unió kapcsán úgy működik, mint egy ilyen kontrollcsoport, hiszen a Nagy-Britannia, amely nem része már az Európai Uniónak, Izrael, ami nem is volt, illetve Szerbia, ami lehet, hogy egyszer lesz. A Európai Uniós szabályzásoktól szerintem túlzottan és megengedhetetlenül átideologizált vakcina politikájától mentesen és szabadon tudott kibontakoztatni ez a három ország egy nagyon jó vakcinálási programot,
azokban az országokban viszont, ahol az Európai Unió szabályzása, beszállítása, ideológiai harcai, ezek mind-mind a kínai és az orosz vakcinák ellen hatnak, ahol ezeket érvényesítették, ott bizony baj lett. Tehát én azt gondolom, hogy a... Jó. Ne osvanjunk tovább, csak azért, mert ugye én a vakcinát ki sem ejtettem a számon, ezt te hoztad ide, csak nem szeretnék beleragadni az oltásellenes ellenzék kategóriájába. Tehát az, hogy Kínának vannak érdekei, a kínai állam a mi szempontjaink szerint veszélyesen működik, mert mondjuk például olyan környezetvédelmi szabályok, amelyek a nyugati világban standardnek számítanak, azok Kínában sok esetben egyáltalán nem léteznek. Az egy ügy, másfelől pedig az egy pragmatikus kérdés, hogyha ők ismernek egy vírust, akkor jó eséllyel a vakcinát is először ők fogják rá megtalálni. Ez nem ideológiai kérdés, és még csak nem is nagy hatalmi kérdés. Egyetértünk. A viszont, amit említettél, megint csak szeretnék kardot törni a helyes fogalomhasználat mellett, ez nem nemzetállam kérdése. Az Európai Uniónak az egyik alapelve a szubszidiaritás elve. Amit meg lehet egy alacsony szinten hozni, azt nem kell magasabb szinten hozni. A koronavírusos járványkezelésnek pontosan a kudarca az abban nyilvánult meg, hogy kiderült az, hogy a közösségi médiára rácsavarodott emberiség nem tud másban gondolkodni, csak központi ukázokban, központi lezárásokban, központi ilyen-olyan megszervezésekben. Én meg azt gondolom, hogy egy döntést minél elemibb szinten kell meghozni, és a fölsőbb lévő szint, ez erről szól ugyebár a szubszidiaritás, kisegítőként lépjen közbe, ha alatta nem megy. Nevezetesen nem kell elrendelni iskolabezárást abban az esetben, hogyha egy iskola közösség, tantestület, szülői közösség, gyerekek együtt meg tudnak hozni olyan optimális megoldást, hogy mondjuk annak a tanárnak, aki idős szülőkkel él együtt és nem tudja megoldani, aznak ne kelljen bejárni. A többiek viszont ne essenek ki egy évre, és így tovább. De nem, a világ csak és kizárólag a tervutasításos járványkezelésben hisz, és ebben azok a fajta érzületek, ami az unió bürokráciájával kapcsolatosak, vagy azok az ellenérzések, azok szerintem ebből származnak. Igen, van az Európai Uniónak, az Európai Unió bürokráciájának, egyébként a francia bürokráciából örökölt, ilyen felvilágosító dühe és ilyen aprólékos szabályozási vágya, és ez nagyon mókás tud lenni néha meg nagyon dühítő. De ez nem unió versus nemzetállamok, hanem pont ellenkezőleg elvétették az eredeti elképzelést, hogy minél kisebb szinten hozni döntéseket. De ezek a szintek a tagállami szintek alatt is vannak. Régiók, akár államokon túlnyúló régiók. Nagyváradnak és Debrecennek számtalan olyan köze van egymáshoz, amit nekik közösen kéne meghozni, pedig két ország területén fekszenek. És egyébként ez igaz lehet még járványkezelésre, és egy csomó mindenre. Ott kell meghúzni a határokat, a vírus ezt nem ismeri. Vakcinát hogy könnyebb ellátni egy térségben? Lehet, hogy nem úgy, hogy az egyébként adott térségtől távol lévő fővárosba szállítod be, és akkor onnan próbálod szétosztani, és így tovább. Na, remélem azért világos voltam, és még mielőtt rám magamra húztam volna a Gyurcsányi oltás ellenességet. Na, a műsoridőnk az egyébként hamarosan le fog járni sajnos, és a végére akartam pont hagyni egyébként ezt a koronavírus járványok összefüggésben a globalizációnak a kérdéseit, ugyanis ez nem csak az Európai Unióban kérdés, hanem amerikai lapok is foglalkoztak az elmúlt időszakban, az elmúlt évben sokat azzal, hogy a globalizációt hogyan érintheti ez az egész pandémia helyzet, ami a világon kialakult. Egyesek azt mondják, hogy ez maga a globalizációnak a válsága, hogy egyáltalán létrejött egy ilyen világjárvány. Mások azt mondják, hogy erősíteni fogja a globalizációs folyamatokat. Önöknek mi a vélemény erről? Amit csak reflektálnék nagyon röviden, András, amiket elmondott, szubszidiaritás számon kérésével
Egyetértek, ez a régiós felvetés, Debrecen és Nagyvárad kapcsán ezt érdekesnek találtam, tehát ezzel abszolút egyet tudok érteni. A kérdés csak reflektálva, a kérdésre válaszol pedig én úgy látom, hogy a globalizációnak ez az ismert verziója, amiben benne vagyunk, vagy lehet, hogy benne voltunk, de azt gondolom, hogy benne már nem leszünk, az 100 évig tartott, és érdekes módon vírustól vírusig tartott ez a korszak. Úgy látom, hogy az első világháború után részben egyébként annak következményeként kialakult spanyolnátha járvány, ami az első globális pandémia volt, az megteremtett valamiféle biopolitikai, részben kulturális, vagy az egészségügyi rezsimekhez kapcsolódó általános emberiség tudatot, kezelési metódusokat, és ez nagyjából 100 évig a mostani koronavírus járványig tartott, és szeretném azt, hát talán nem is hinni, de gondolni, hogy egyúttal ezt a típusú globalizációt, mint egy zárójelbe is zárja ez a két vírus. Most azt látjuk, hogy, és a beszélgetés elején emlegetett Kis Viktor könyvben is ez van, hogy a karanténok, a határzárok, ezek a lockdownok és a bezárások érintik az egész világot. Nyilván általunk az elmúlt 30 évben megismert globalizációnak a legfontosabb része az a szabad munkaerő áramlás, a szabad utazás, a turizmus, ami azért az egész globalizációnak az egyik legnagyobb felhajtó ereje, tudatosítása a popkultúrába és mindennapi viselkedésbe, a fényképezésbe, a képi reprezentációba is előtérbe helyeződő része. Az, hogy ennek most jelen pillanatban az ismert formában vége van, ezt nem lehet máshogy tekinteni, mint a globalizáció megrodgyanását. Az, hogy a határok újra visszaállnak, az országok elsősorban saját érdekeiket követik, ez is a globalizáció ellen hat. Az, hogy ez vissza tud-e állni a vírus legyőzése, reménybeli legyőzése utáni időszakra, ebbe én erre én nem vennék mérget. Tehát azt gondolom, hogy ez a vírus valamit a globalizáció jelen állapotából biztos, hogy megváltoztat. A globalizáció nem fog eltűnni, biztos, hogy velünk marad. Amennyiben velünk marad, akkor máshogy fogja tenni, mint korábban. Jó. A spanyolnátha került szóba, akkor itt pár dologra hívjuk a figyelmet. Amennyiben a spanyolnátha számaiból indulunk ki, és a koronavírust ehhez hasonlítjuk, abban az esetben bő egy év leforgás alatt a világon koronavírusban alhangon 210 millió embernek kellett volna meghalnia. Ehelyett regisztrált halott van 2,6 millió. Szerintem is globalizációs termék ez a fajta járvány kezelés, nem a járvány maga, a járvány is természetesen, hiszen Wuhanból könnyen tud eljutni egy vírusmutáció a világ másik felére, de legalább ilyen sebességgel, sőt, sebesebben terjed a kezelés felső középosztály által kitalált módja. És igen, ez egy globalizációs termék. Sajnálom, hogy ilyen fogalmi okokból olyan dolgokról nem beszéltünk, amelyben, ha nem is értünk egyet, de ugyanannak a jelenségnek más oldalú erőteljes bírálatát tudjuk azért megfogalmazni. Arra gondolok, hogy létezik egy olyan nemzetközi vágyakkal, nem is feltétlenül nemzetközi, bár részben nemzetközi elit, vagy elit gruppi csoport, ami az éppen aktuális happjei, a divatmániája és a többie határozza meg a közösségi médiát. És ez rohadtul nincsen tekintettel arra, hogy valakinek egy ponton ki kell menni, és fel kell szántani a földet. Rohadtul nincsen tekintettel arra,
hogy március elején, ha van valakinek egy agglomerációs településen egy kis háza, akkor kell megcsavarozni, vagy újra összeépíteni a kerti széket, meg kiültetni a virágokat, tehát el kell menni az IKEA-ba. Ezen ez a közösségi médiában tenyésztett felső-középosztálybeli nemzetközi gruppi, az imád felháborodni, és mély népellenes szólamokat megfogalmazni. Ez egyébként igen világjelenség. És hogy ennek az ellenszere szerintem nem a szintén ugyanolyan hatalommal kialakított konstrukció, mint az állam, hanem a szubszidiaritás, tehát az elemi egységek megtalálása. Hogy csak és kizárólag azért, mert mondjuk egy magas népsűrűségű helyen, mint ahol én lakom, Közép-Európa legsűrűbben lakott vidékén, a főváros 7. kerületében, az ne jelentse már azt, hogy egy vidéki faluban, amit meg sem találta a vírus, kötelezzem Mari nénit a maszkviselésre, aki lehet, hogy pont emiatt fog megbetegedni, és így tovább. Mindenképpen egyébként szerettem volna még, hogyha szóba kerül ez az úgymond uniformalizmus, vagy nem tudom, amit én leszűrtem abból, amit Hont András elmondott, gondolom erre gondol ő is. Erre már nagyon nem sok idő. A közösségi média, és egy ilyen progresszív divat majmokká változtatja, aki a legmenőbb képviselőit, akik kiírják májusban, hogy miért nem rendeltünk meg még minden műanyag szart, maszkot és kesztyűt Kínától, majd kirakják magukra júliusban a Plastic Free July Facebook frémet. Igen, ezekről beszélek. Nagyon megköszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak. Hát azt gondolom, hogy még erről tudtunk volna beszélni ennél többet is, de örülök annak, hogy egyáltalán ez létre tudott jönni, és hát mondhatjuk azt, hogy az internetnek a segítségével ebben a home office-os időszakban tudtunk ilyen fontos kérdéseket megtárgyalni, és hallhattuk az önök véleményét. Nagyon köszönöm Békés Mártonnak, a Terrorháza múzeum igazgatójának, a kutatási igazgatójának, hogy részt vett a beszélgetésben, illetve Hont Andrásnak, újságírónak. És hát jó egészséget kívánunk. Köszönjük szépen!